Hello, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Itt emeltem mai vendégem, The Impressionist. Üdvözöllek a stúdióba. Úgy látom, hogy a szettethez öltöztél. Kérlek, mesélj nekünk, hogy milyen zenével készültél ma nekünk. Hát igazából ez egy jó kérdés. Tehát a kedvenc számaimat raktam össze. Anyukám mi szereti őket nagyon. Vegyes, mindenképpen azt mondanám, vegyes köret. Tehát, hogy savanyú, kemény, basszus lesz benne rendesen. Aha. Nem fogok spórolni a sebességgel se szintén, úgyhogy igazából, hogyha akkor megígéred, hogy ez benne leszen a tévében? Igen, tehát, benne. Ha jól sikerül, akkor ezen a vonalon indulnék. Figyelj. A masterban. Tehát, hogy ennyi. Ez lenne akkor a vonal. Abszolút. Szerintem szeretném kössük fel a meglepni, gatyánkat. Szeretném meglepni itt okay. a közönséget, hogyha Következő egy megnézitek, óra már tied. Pedig megnézitek. Következő egy óra tied. Iratkozzatok fel a YouTube csatira, és következő egy órában Depressionist. Köszönöm!
Thank you.
Speed fast pacing, they wanna downgrade my bracing. Speed fast pacing, they wanna downgrade.
play that again.
Na szóval itt vagyunk az adásunk végénél. Brutális set volt, és maga a levezetés le a kalappal. Nagyon kevés embert hallottam így levezetni szettet. A durva, hogy nekem is van egy lemezem, amit néha felszoktam pattintani, ami full, kicsit ilyen, hát amúgy teljesen hip-hop, ez nem német volt, az milyen nyelven volt? Nem, ez angol volt. Az angol volt? Igen, nagyon durva. De igazából azt nem tudtam, hogy a BPM-et hol tudom megduplálni, de aztán rájöttem, hogy 168-on, aztán eloszoltam a kettővel, ment a matek. Ennyi. ACAP. Full. Fullos. Na szóval, kicsit beszélgessünk, hogy kicsit jobban megismerjünk, hogy ki kirejtőzik a név mögött. Kérlek, mesélj nekem a kezdetekről, hogyan találkoztál az elektronikus zenével, miért pont az acid, a techno, hogyan kerültél ebbe a világba bele? Gyakorlatilag, hát igazából van egy ilyen problémám, hogy folyamatosan zseng a fülem, ez egy elég gyakori betegség, ez a tinnitus, úgyhogy alapvetően minél nagyobb a csend, annál jobban hallom a fülemnek az alaphangú zúgását. Aha. Úgyhogy napi 6-8 óra zenét hallgatok, nyilván egy zsánernél nem lehet megragadni, úgyhogy én mindig örülök, hogyha valami új exotikus zenét hallok. Valamiért én ezeket gyűjtöttem most össze, és ezeket raktam föl, de igazából nagyon sok stílusra szeretek keverni, tehát akár lassabb, azt szeretek rakni, meg hát hip-hopot. Hogyan indult a DJ-skedés az életedbe? Te nem elektronikus zene fan voltál, aztán volt egy nagy fordulat az életbe, és azóta elég sokat a techno, illetve az acid tölti ki az életednek. Mesélj nekünk erről, hogyan kezdtél el DJ-zni. Ezt visszapakoltam igazából a zenéket. Tehát az előzőt azt meséltem, hogy otthon hagytak a lakótársak, aztán haza kellett költöznem, és igazából lekaptam a traktort enkorról, és elkezdtem klikkelgetve összerakni mixeket mindenféle vegyes zenéből. Tehát egy drum and bass, goa, hip-hop, és megmutattam a barátaimnak, és azt mondták, hogy ez egy kalapszar. Úgyhogy meghallgattam, nekem tetszett. Remélem, hogy ez tetszett igazából. Abszolút szétadtam ezt a mai szettedet. Gyakorlatilag Rick Lamer néven kezdtem el csinálni az egészet, mert nagyon tetszett a Halo-ból, meg van egy ilyen metal szám, egy ilyen hajó vagy egy ilyen csoport, aki így eljön a földre, és így megnézni az emberiséget, hogy mire haladtak. Aztán, hogyha jó, akkor ónia meghagyják, hanem akkor meg hát nem. Úgyhogy akkor meg dara. Ez a Rick Lamer, igen. Ledorálás. Hát igen, persze, hát húsevésre. Igen. Úgyhogy az Rick Lamer név, ez így kicseréltem az A betűt egy 6-osra, úgyhogy talán nem voltam annyira megtalálható SoundCloudon, vagy nem voltam annyira népszerű. Úgyhogy a pszichiáterem javaslatára igazából a The Impressionist nevet vettem föl. Igazából Rorschach, meg egy egyéb teszt alapján megállapított az orvos azt, hogy hibás a teszt, és hogy apersionális személyiségzavarba szenvedek. És akkor innen van a név. De én félreolvastam a diagnózist, kerestem végig, meg ráírtam mindenkire, hogy milyen isten lehet ez az apressionális személyiségzavar. De hogy, hát az biztos, hogy pressionálni biztos van, aki tud, de hogy azért nem az ember vagyok, aki ilyen megkunyászkodó, és így nem értettem, hogy hogy jöhetett ki. Tehát, hogy én hittem a pszichológiában, én hittem a pszichiáterben, és így kijött az az eredmény, hogy én apressionális vagyok. És googlistam, nem találtam, aztán elolvastam még egyszer, és kiderült, hogy apersonális vagyok. Nem tudom, nincs-e személyiségem? Minden személyiségem megvan. Minden személyiséged megvan. Habár, hogyha csak egy személyisége van az embernek, az is bőven elég amúgy, de akinek több személyisége van, az lehet, hogy jó politikus lesz. Egyébként szeretem a politikát, csak hát így, nem tudom. Mindegy, nem is ez a műsornak a témája, hanem inkább a zene. Én belevinném a zenébe egyébként, tehát hogy most így a német szövegeket értem is, hogy így eléggé tetszett a technóban, hogy ez négy sor van benne a zenékben, mondjuk a Krankünstler Goethe idézetek, meg stb. Talán ez egy ilyen magasabb síkon viszi bele a vallást, hogy a politikát igazából. Alapvetően szerintem az emberek nincsenek azon a síkon, hogy nagyon mély üzeneteket azok a felszabadult, szabad gondolkozású emberek érzik, hallják, látják.
akik... Az talán átjött mindenkinek. Akik érzik azt a kultúrát, mert ugye beszéltünk ugye a modern művészetről, sokaknak a... Szerintem az avant-garde az, hogy modern művészet, de ez teljesen más. Szerintem a filmgyártás maga az is egy modern művészet, sőt szerintem a legjobban kifejező eszköz a mai világunkban az a filmgyártás. Alapvetően az új generációs technoproducerek, ők már szerintem valamit keresnek, de ez nem az a művészet, mint amit a Kraftwerk vagy akár szintetizátorok és szintézisek összeállításából összeadódott régen, és jött a techno. Tehát a zenében is kicsit azért így, hogy mondjam, gyerekcipőben járnak azok, akik most valami újat próbálnak kihozni ebből. És hát igen, ez szubjektív. Tehát minden ember ezt kicsit máshogy látja. Én ezt így látom, hogy alapvetően az, hogy belerakunk egy retro művészeti ágat, most én nagyon szeretem a magyar folkot, és az, hogy Erdélyből találtam egy-két producert, akik csináltak mindenfajta feldolgozást, én ezt nagyon adom, és alapvetően nekem a népzene, a magyar népzene mindig is tetszett szolfés miatt, meg alapvetően, mert én gyerekkorom óta zenélek, de viszont ugye én szerb nemzetiség vagyok, és viszont a magyarságomat a népdalakon keresztül sokkal jobban érzem, mint hogy látok egy dobogót, vagy valami ilyesmi. A magyar népzenét igazából a szerbről. Igen. Hát az se rossz, de valahogy most én a magyar népzenével nagyon-nagyon együtt élek a zenével, de alapvetően beszélünk rólad, hogy te gyűjtesz, meg épp haladsz, hogy saját kis kütyükkel, kis műhely munkával kifejez magad, és alapvetően a fő az acid, ugye mondtál nekem egy ilyet, hogy, hát, hogy akár film, minden TB03-at minden háztartásba, címszó. Nem árt. 2-3 azért. Hogy, és ezt a missziódat én nagyon adom. Mesélj nekünk erről, hogy ezekről a kütyügyűjtésekről, illetve maga az acid lázról. Hát nem tudom, nem akarok leégetni semmi profi producert igazából, úgyhogy hát nem tudom, nem mondanám azt, hogy mentorom, de nagyon sok furcsa DJ-t láttam így bulikban, akik jobban el voltak szállva a kelleténél. És amikor először találkoztam Algiával, Tóth Bencével, aki szerintem nem annyira régóta, de nagyon nagy munkásággal rendelkezik. Uh-huh. Tehát mind dark techno, mind progresszív dolgok terén elkezdte építgetni a kis saját modulárját, és akkor egyszer zenéltünk együtt egy esküvőn, akkor ilyen masszív technót verettünk végig, ilyen nem tudom, másnap hatig, egy ilyen 10 órát játszottunk egybe, tényleg ilyen falfehérek voltunk utána. Igazából mondta, hogy eladja az egyik dobgépét, ugye itt van nálad is szerintem. A gyártúrja, aha. Good Impact, ez egy nagyon-nagyon jó kis dobgép, Velocity érzékeny, imádtam, van benne klep. Fincsi a hangja. A hangját egyébként egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy meg tudtam úrni, mert ugye kettőféle hang van. Igen. Igen. Meg hát a distortion ugye mindent megtol, de legalább ki lehet kötögetni ugye egyesével a hangokat. De amúgy ez még jobb lenne, ha kiköthetnéd a mainből, és még mellette egy ágat kiköthetnél egy sidechainnek, de hát nem lehet elvárni egy ilyen megfizethető áru, igen. Ugye benne van a nevébe, hogy miért. De egyébként sokkal jobb, mint a nagy testvére, tehát sokkal hát, drágában megy a mai napig. Igen, nem sokkal nagyobb a tudás a nagy tesónak. Van benne marakas, tehát igen. Igen, ennyi. És ugye Bence eladta utána később az egyik ilyen félmoduláris szintetizátorát nagyon jó áron. Arturia, mindegyik ilyen brut. Mini brut. 2S, igen. És az már ilyen kis telefonközpont volt, nincsen benne egyetlen template se. Kötögetni kell. Igen, 3-400 oszcillátort állítani. Így, igen, kijontattam, letöltöttem a netről, és akkor így nem értettem, hogy mi történik. Csavargatni. Egyébként az egyik intróm, az ördögügyvédjés, az abból lett kicsavarva. Aha. Ez egy ilyen noise-út.
király. Nagyon-nagyon jó az a Babe Ruth szerintem kezdésnek, mert úgy az ember megérti a szintézist, de úgy gondolom, hogy nagyon sokáig kell tanulnom az elektronikus zenét, hogy olyan magas szinten tudjak egy tracket megírni, hogy az nekem is tetszem, vagy akár másnak is megmutassam. Otthon attól függetlenül folyamatosan megy a vonat, szorgalmasan a házat, igen. Igen. Figyelj, szerintem szorgalommal és sok-sok tanulással, én is mindig tanulok valami újat, tehát ez egy végeláthatatlan folyamat, de nyilván van kell ahhoz idő, meg saját magadnak a megismerés, hogy elkezdj zenéket kiadni magadból, mert nyilván van, nem most is vannak elég tök jó szerzeményeid, meg egy-két olyan jam, amire azt mondom, hogy tök király, de ezt még magadban nem tisztáztad le, hogy ez valóban jó, mert egyszerűen szerintem hát kell hozzá egy... Hát veszem fel, mert rossz keverőt vettem, és igazából egy Focusrite-on van két bemenettel, meg egy zenekari keverőm, és akkor nem tudom megcsinálni azt, hogy egyesével veszem fel a sávokat, hanem egy jammet egyből följátszok, és abban utómunka és fél nulla. Igen. És akkor amikor a dobokban nincs benne az a kis játék, tudod, akkor így nem hipnózza meg az agyat, akkor tényleg egy ilyen gépzene, egy ilyen monoton gépzene lesz. Abszolút. Belőle. És utómunka nélkül tényleg engem szórakoztat, abszolút. A szomszédokat is valószínűleg szórakoztatja, úgyhogy... Reménykedem okay. benne, hogy nem törik rá. Menjünk tovább, kicsit beszéljünk a jövőről. Hogyan képzeld el magad, milyen célokat, milyen kis célkitűzéseket lőttél be magadnak a zene által, maga az alkotás által? Van-e hát valami olyan cél, vagy egy olyan gig, egy olyan pont, ahol most próbálsz eljutni, vagy amit magad előtt itt tolsz, hogy na, oda szeretnénk most eljutni? Én talán azt mondanom, hogy nyitott maradok. Tehát, hogy a legfontosabb dolog, hogy nyitott maradok, és nem fogom hagyni magam lezárni egy zsánerhez, hogy bizonyos emberekhez lekötni, annak ellenére, uh-huh. hogy szerintem Magyarországon nagyon sok a jó DJ, aki egyébként egyedi dolgokkal megpróbálkozik. Szia Andor, imádlak, ugye ismered? Igen, persze. Srác. Igen, abszolút. Szerintem nyitott maradok, és megpróbálok minél többféle bulira elmenni, vagy akár koncertre, akár komoly zenei koncertre. Népzenei koncert nem hiszem, hogy van, de most már így megnézném. Tehát, hogyha lenne valami olyan magas minőségű népzenei koncert, amiben kicsit meg lenne effektelve az egész, tudod megkapni egy kis acidot alá, úgy ezt lehet megnézném. Oké. Zárásképpen annyit, hogy hol találunk téged, meg hol tudjuk visszahallgatni trackeket, ilyesmi. SoundCloud gyakorlatilag. SoundCloud. Ennek a linkjét ide bedobom. Elfelejtettem a jelszavát, amikor a telefonom elromlott. Az Instagramomat nem nagyon nézem. Akkor SoundCloud. Nyugodtan jelöljetek be, néha feltöltök gagyi képeket, ahol nem látszok, és egy kamera veszi fel a hangot, miközben éppen zsemelgetek, és... teljesen vacak az egész, de ennyi. Igazából... Ez ott a művészi kifejezésed amúgy. Na ez az avantgárd, igen, amikor... dadaizmus. Jó, de most az Instagram, tudod, hogy milyen dolog, hogy én azt gondolom, hogy talán kötelező, hogy megtaláljanak, meg van egy ilyen weboldalad, de mégsem tudok egyet érteni azzal. Hát figyelj! Azzal sem, hogy a Facebookon kell minden egyes eventet meghirdetni. Tehát, hogy itt egy underground széna, és nem tudtunk létrehozni egy ravebookot, érted, hogy egy szerveren együtt megszervezik az eseményeket, és még az illegál eventeket is emberek Facebookon hirdetik, és csodálkoznak. Hát kapitalizmus. Igen, de itt a sok fiatal, mindenki a számítógépen lóg, elvileg azért össze lehetne rántani azért egy Word dokumentumot, aztán feltölteni a netre, hogy hol lesz a buli, de megoldják az ilyen angol traktorsofőrök is, akkor nekem nem mondd azt, hogy az ilyen média hát marketing managementet végzett felsőoktatásban résztvevő elektronikus zenészek, DJ-k, akik össze tudnak rakni egy tracket, egy dizájnt, egy Instagram oldal sok követővel, azok képtelenek összefogni és megcsinálni egy olyan közeget, ahol... Tehát, hogy nekem igazából ez a széthúzás, ez még mindig nagyon... Hát figyelj, nem lehetetlen. És azért is szeretem ezt a helyet, tehát igen. Ezért szeretek hozzád lejárni, mert gyakorlatilag olyan... Akárhányszor lent voltam, mindig más embertípusokat láttam más zenére, és mindig nagyon jól éreztem. És a cél az mindig ugyanaz volt mindenki szemébe. Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Hatalmas élmény volt, hogy itt voltál, és hogy végre
bemutathattuk azt, hogy mit is képviselsz, és nagyon öröm volt, hogy itt nálunk ezzel a vasárnapi adással tudjuk lezárni ezt a hetet. Nektek szeretném megköszönni azt, hogy itt voltatok, és hogy néztek minket. Szokásos eseményeinkről, illetve majd a Morning Vice, meg MAF TV-ről úgy is fogjátok látni a kis sztoriaimat. Kellemes estét kívánunk még nektek, lehetek jó rosszak, sziasztok! És egy perkást légy szíves, acit. Ja, acit perkást keresünk. Igen, szevasztok. Aki elvisel egy flúgos embert, egy oppressionális embert. Ciao.